Gyakorlatilag ez a jogi szabályozás, ami ilyen körülmények között most kell nekünk dolgozni, fegyvertartóknak, illetve lőfegyverrel foglalkozóknak, igazából nagyon jelentős, generális változásokat nem hozott. Azt mondhatnánk, hogy a jogi szabályozáson némi fazonigazítás történt. Eddig nem volt benne, a kormányrendeletben benne van, hogy ha és amennyiben valakinek bevonják a lőfegyvertartási engedélyét, akkor a rendőrség hivatalból értesíti a vadászati hatóságot. A vadászatról szóló jogszabályban pedig az van benne, hogy be kell vonni annak a vadászjegyét, akinek a rendőrség a fegyvertartási engedélyét bevonta. Ez különösebben nagy változást nem okozott. Csak egyszerűen pontosították, megmagyarázták a korábbi jogszabályt, hiszen a vadászatról szóló törvény szerint vadásznak az minősül, aki rendelkezik vadászjeggyel, lőfegyvertartási engedéllyel, valamint ha ragadozó madárral vadászik, akkor természetvédelmi hatósági engedéllyel is. Ebből mi következik? Ha valakinek bevonják a lőfegyvertartási engedélyt, az nem vadászhat. Tehát ezek együttesen meglevő feltételek voltak. Volt egy ilyen legenda, tehát ami eléggé elterjedt vadászok körében, hogy hát ha most bevonták a fegyveremet, akkor majd leteszem a vadász-íjász vizsgát. A vadász-íjásznak is kell rendelkezni lőfegyver tartási engedéllyel, mert a vadászati törvény úgy szól, hogy vadász az, aki vadászjeggyel, lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezik, tehát ha vadászjeggyel vadászik, elköveti a jogosulatlan vadászatot. Tehát ilyen apróbb változások történtek. Ezeknek az oka viszont nem azt mondom, hogy a jogalkotó vagy a jogszabálykészítő liberalizációs szándéka volt. Egyszerűen arról van szó, hogy sok esetben a bíróságok áttörtek egy bizonyos határt a jogszabályba. A korábbi jogszabályban az volt, hogy ha valaki lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértést követ el, akkor annak a lőfegyverét 2 évre be kell vonni. Na most ez lényegesen módosult, hogy nem be kell, hanem be lehet, és nem 2 év, hanem gyakorlatilag 6 hónap, hiszen az van, hogy akinek bevonták, az 6 hónapig nem kaphat lőfegyvertartási engedélyt. Na most ezt a bíróságok, legalábbis az én ügyvédi gyakorlatomban nagyon sokszor áttörték. Hiszen miről is van szó? Arról, hogy amikor bemegyünk a tárgyalóterembe, és azt mondjuk, hogy kérem, itt van ez a hivatásos vadász, akivel az történt, hogy a lőfegyvertartási engedélyét nem az ing zsebébe tette, mielőtt kiment a területre, hanem az út szélén az autóba hagyta, és mielőtt visszafelé jött és ellenőrizték, akkor azt mondták, hogy kérem szépen, ez az ember elkövette a lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértést, lőfegyvertartási engedélyét nem tartotta magánál. És amikor én azt mondom a bíróságon, hogy tisztelt bíróság, ez az ember, mint hivatásos vadász, 2 évre bevonják a lőfegyvertartási engedélyét, mivel a lőfegyvertartási jogosultság az alkalmazási feltétel, elveszíti az állását, és mivel ő pillanatnyilag egy nagy vadásztársaságnál, egy vadászházban lakik, mint szolgálati lakásban, kiteszik a lakásából is. Elveszti a lakását, elveszti az állását. Első fölütésnél ilyenkor a bíróság mindig azt mondta, hogy hát ügyvéd úr, azért nem kell ezt túl dramatizálni, mert azért, mert valakinek a zsebében, nem a zsebében volt a lőfegyvertartás engedély, vagy nem az autójában, attól még hát ilyen súlyos szankciót nem szenvedhet el. Ilyenkor az ember megteszi a szükséges jogszabályi hivatkozást, majd a bíró kiküld a tárgyalóteremből mindannyiunkat, és amikor visszahív, akkor azt mondja, hogy hát ezt nem gondolta volna. És mondjanak valamilyen hihető indokot, hogy most ennél a példánál maradva, de volt ilyen már fegyverkereskedővel is, hogy ez a szabálysértés miért nem állapítható meg a nevezett személy terhére. És benne van a bírónak az arckifejezésében, a gesztusában, hogy teljesen mindegy, mit mondunk, el fogja fogadni, hiszen a lőfegyvertartásra vonatkozó szabályok, azok foglalkozási szabályok. Ugyanúgy, mint a gépjármű vezetés. Na most 2 évre egy hivatásos gépkocsi vezetőtől mikor lehet elvenni a vezetői engedélyt? Ha halott marad az úton,
vagy nagyon súlyos sérült, közlekedési bűncselekmény esetén. Tehát olyan nincs, hogy valaki elkövet egy közlekedési szabályt, és 2 évre bevonják a vezetői engedélyét. Egy sima szabálysértés esetén, bármilyen szabálysértés esetén 6 hónap. Legfeljebb. Most a lőfegyvertartó az mitől olyan hajde veszélyes vagy különleges, mint egy gépkocsi vezető, aki mögött esetleg van 30 tonna? Egyáltalán nem veszélyes. Nem veszélyesebb. A változás okai nagyon sokszor az volt, hogy a bíróságok teljesen másképp értelmezték ezeket a jogszabályokat, mint a rendőrség. A rendőrség bizonyos saját szempontokat érvényesített, tárgyalóteremben ezt számtalan alkalommal tapasztaltam, de a bíróságok nem minden esetben úgy értelmezték, ahogy a rendőrhatóság, a rendőrség pereket vesztett, komoly pereket, és szükségszerű volt bizonyos változásokat bevezetni, ugyanakkor hát itt a túlzott bürokrácia is bizonyos szempontból csökkentésre került. A személyi feltételeknél nevezetesen a szabálysértési vonatkozásban ez a 2 éves eltiltás ez már nem volt fenntartható, hiszen itt a bírónak nem azt kellett mondani, hogy kérem szépen ez nem egy olyan súlyú szabálysértés, vagy azt, nem mondhatta azt, hogy ha igazságos akart lenni, és méltányos akart lenni, akkor nem mondhatta azt, hogy kérem, itt igaz, hogy megsértett bizonyos szabályt, de hát ezért nem kell elvenni a fegyverét. Bíró azt mondhatta, hogy vagy egyrészt, hogy kérem szépen, itt szabálysértés történt, vegyék el a fegyverét 2 évre, szűnjön meg a munkaviszonya, és szenvedj el mindazokat a joghátrányokat, ami ebből következik, vagy azt mondhatta, hogy itt nem volt szabálysértés. Valamilyen úton, módon meg kellett neki indokolni. Mert ő is látta, hogy nem méltányos a jogszabály, nem igazságos a jogszabály, és a jogszabály ellentétes valamilyen szinten a jogalkotó akaratával. A május 2-a óta nagyon sok telefonos megkeresést kaptam, hogy a kérelmekre kapásból hosszabbít a hatóság. Tehát már eleve megmondják, hogy hát nem fog beleférni a 30 napba, hanem hát ezt meg fogják hosszabbítani. Ennek nyilvánvaló oka, hogy sok mindent még ők se értenek benne. Például van olyan megye, nevezetesen Tolna, ahol nem adnak ki külföldre vonatkozó behozatali engedélyt. Azt mondják, hogy úgy kell értelmezni a jogszabályt, konkrétan Tamásiban, hogy majd a 16-os mellékletben szereplő nyomtatványt majd kiviszi üresen a fegyvert behozni szándékozó személy, majd ott kitöltik, és akkor majd azzal, mint külföldre történő behozatalt fogják megoldani, de hát ez fogalmilag kizárt. Egy üres nyomtatványra senkinek nem fognak kint adni lőfegyvert. Tehát jelen pillanatban még perek nincsenek, de ezelőtt nagyon sok volt. Ugyancsak ilyen volt egy ugye változás, tehát itt most kitértünk erre a 2 évről lement 6 hónapra a szabálysértés esetén, ugyanilyen változás, hogy nem kötelező mindenhova a lőfegyvertartónak magával cipelni a lőfegyverét, hanem elég, ha megfelelő módon gondoskodik az elzárásáról. A változások hoztak előrelépést, talán a legnagyobb előrelépés az, hogy a megszerzési engedély, mint olyan megszűnt azok számára, akik lőfegyvertartási engedéllyel rendelkeznek. Tehát nem kell újra kérelmezni, újra minden iratot csatolni, hanem pusztán a tartási engedély birtokában már lehet lőfegyvert vásárolni. Hát a célhoz kötöttség megvan. Sokan azt mondják, hogy itt ez a parlamenti vadászlobbi hozta ezeket a szabályokat, de azért tudomásul kell venni, hogy sportlövők esetében a darabszám korlátozás eltörlése azért elég lényeges változás. Nagyon fontos változás. Maradtak még gondok, ettől függetlenül, ez például egy nagyon komoly előrelépés. A fegyverszállítás során némi változás történt. Itt a
szeszes italtól befolyásoltság kizárólag a viselés és a használatra vonatkozik. Tehát a szállítás, tehát ott, amikor utas vagyok egy gépjárműben, és a fegyverek el vannak szabályszerűen csomagolva a csomagtartóba, arra már nem, de ez nem is volt életszerű. Most van egy nagy társas vadászat. Általában kijelölik, nem mindenki megy saját kocsival, sőt, van, amikor az van, hogy van egy összeszedő kisbusz, aki összeszedi a vadászokat. Fegyvereket elpakolják. Most vadászat után van egy vacsora, miért nem lehetne meginni egy-két pohár bort? Szóval ez nem volt abszolút életszerű. Azon túlmenően, hogy azért szállításba egy csöpnyi csavart azért beletettek, mert a sportfegyver és a vadászfegyver vonatkozásába mind a kettőnél ürített fegyver, tokba, lőszertől elkülönítve, csak hogy sportfegyvernél üres tárat követel meg. Tehát betárazva, még ha el is van különítve a fegyvertől, üres tárat követel meg, tehát betárazva nem vihetem. Vadászfegyvernél most itt nyilvánvalóan vannak olyan vadászfegyverek, ahol táras vagy kivehető táras, ott nincs ilyen megkötés, tehát ott a vadászfegyvernél a lőszer be lehet tárazva, ha a tár nincs benne a vadászfegyverbe. Tehát ez a különbség. Nem tudom, hogy igazából mi volt ennek az értelme, vagy miért kellett megkülönböztetni. Valószínűleg azért, mert a vadászfegyverek alapvetően alacsonyabb tárkapacitással rendelkeznek, mint mondjuk egy sportfegyver, de igazából sok értelmét én ennek nem látom. Az, hogy a szeszes ital vagy a pszichotróp anyagoktól való mentesség a szállítás során meglegyen, az meg bizonyos szempontból illuzórikus volt, és nem volt minden esetben betartható, nagyon sok esetben indult emiatt eljárás vadászokkal szembe. Vadászterületen való átmozgás. Közterület érintésével nyilvánvaló, hisz itt közutak szabdalják a vadászterületeket elég rendesen. Most azt mondom, hogy saját példát hadd mondjak, nekem volt olyan, hogy álltam az árok egyik oldalán, a rendőr állt a másik oldalán. Én puskával voltam, ő meg szolgálatban is. Jöjjön ide, vadász, jöjjön ide. Hogy megyek? Jöjjön ide. Nincs az Isten. Ellenőrzés alá akarom, hogy át kell jönni az árkon, ide kell jönni a vadászterületre, és itt én meg fogom várni, sőt, még ki is ürítem a fegyvert. De én a töltött vadászfegyveremmel nem fogok kimenni a közútra, mert az nem az én vadászterületem. Az közút. Jogellenes a rendőrségi felhívás. Na, akkor ott ment egy kis vitatkozás a gépkocsiba, majd letettek az ellenőrzésemről. Ez konkrét példa volt, hogy azt mondta, hogy jöjjön ki. Nem megyek. Nem megyek ki, mert mihelyt én vadászterületen vagyok, ott már a fegyveremet tok nélkül hordhatom, mondjuk töltve is volt, de nem megyek ki a közterületre, nevezetesen a közútra. De mivel amúgy is a vadászterületeket úgy átszabdalják a közutak, hogy szükségszerű ezen áthaladni, ezért irreális volt megkövetelni a vadászoktól, hogy akkor eléri a közutat, akkor fegyvert ürít, szabályszerű, és még tegye is tokba. Így annyi maradt, hogy ürítve kell átvinni a fegyvert, de a tokbatétel nem kötelező, viszont ezzel az adott közigazgatási belterületre már nem mehet be. Tehát arra azért figyelni kell, hogy ez a közigazgatás belterületét nem érintheti ez az átmenetel. Ez nekem például konkrét példa, hogy amikor én otthonról kijövök, akkor gyakorlatilag a község belterületén meg kell tennem egy olyan 40 métert, hogy gyakorlatilag kijussak a vadászterületre. És az már itt annak a társaságnak a vadászterülete, ahol én vadászom. De mivel ez a község belterülete,
Valahát végül is városrész, lentihez tartozó városrész belterülete. Ezért ezt a 40 métert én már nem tehetem meg tok nélkül, tehát nekem a tokot mindenképpen vinnem kell magammal. És amikor áthaladtam ezen a belterületen, utána már tokból kitölthetek, és mehetek a vadászterületre. Ha ez mondjuk kijebb lenne, vagy közelebb lenne a belterület széléhez, ott már meg lehetne ezt csinálni, de így nem. Tehát a belterületet nem érintheti tokon kívüli fegyverrel.